Az Európai Néppárt győzelme, a baloldal és a zöldek részéről elkönyvelt veszteségek mellett előre törtek a szélsőségesek az új Európai Parlamentben. Romániából úgy tűnik, nem csak az AUR 6 képviselője lesz jelen az új testületben, de Diana Sosoacă és egy párttársa is. Igaz, az SOS Románia párt bejutása még kérdéses. Így oszlanak el a mandátumok az EP-ben a múlt heti választásokat követően az előzetes vagy végleges tagállami eredmények alapján összeálló ma délelőtt közölt újabb patkórajzban. Ezek azonban egyelőre ideiglenesek, jelzi Winkler Gyula. Az újrázó EP képviselő hangsúlyozza, az biztos, hogy az Európai Néppárt továbbra is a legnagyobb frakció az EP-ben, a második a szocialisták csoportja, a harmadik az Újítsátok meg Európát liberális frakció, amelyet Emmanuel Macron francia elnök csoportja vezetett, és amely most nagy vereséget szenvedett. Sokat veszítettek a zöldek és a szélső baloldaliak, illetve komoly nyereséget könyvelt el a konzervatív oldal. Előretörésben vannak ugyanakkor a szélső jobboldali és a szélsőséges, illetve helyenként Európa ellenes erők. Romániában 6 mandátumhoz jutott a Románok Egyesülésért Szövetség, az AUR, sőt úgy tűnik a Diana Sosoacă féle SOS Románia is 2-höz. Utóbbi kapcsán Winkler Gyula jelzi, 5,4%-nál meg kell várni a hivatalos végeredményt. Az RMDS 20 év óta elért legjobb eredményét említve, a választók bizalmát megköszönve kifejti, tudták, hogy előre törnek a szélsőségesek és a nacionalisták. Erről beszéltünk az elmúlt 2 hónapban végig a közösségünk előtt. Világos volt az előjelzésekből, hogy ez meg fog történni, tehát nem egy meglepetéssel számolunk, nem egy meglepetésről kérdezett ön, hanem egy visszaigazolással annak, amit mi mondtunk az elmúlt időszakban, és nyilván annak, hogy hát ott kell lenni mindenhol, ahol ezek a magyar ellenesek, ezek a nacionalisták ott vannak, mert hogy egész egyszerűen az ő állításaik lennének igazak, hogyha nem lenne, aki megcáfolja őket. Tehát az történt, amit előre jósoltak mindannyian Romániában, nem csak mi, hanem más politikai pártok is. A szélsőséges megnyilvánulások kapcsán megjegyezte, a rendbontók, a hangoskodók nem igazán találnak terepet az Európai Parlamentben. Lehet folyosókon vagy a parlament előtt tüntetni vagy cirkuszolni, élőzni a közösségi oldalon, viszont a bizottsági és különösen a plenáris üléseket nagyon szigorú szabályok vannak. Ha az ülésvezető elnök egyszeri felszólítása ellenére az érintett tovább rendetlenkedik, a felügyelők azonnal kikísérik a teremből. Erre az elmúlt években is voltak példák, és mindig így jártak el, hangsúlyozza az EP képviselők.